Minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, regy, kasszár, regyek. Ez a heti hetes. Következik még valaki, aki szintén figyelemmel kísérte a műsorunkat, szeretett bennünket, de ha kellett, meg is dorgált bennünket. Ja, mielőtt elkezdeném az egészet, tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy hogyan szólíthatlak? Egyszerűen hazaárulónak? Vagy netalán díszdoktornak? Jaj, mi? Lemezgyár veszi? Na azért csak, mert hogy tutira menjek, mert szeretném megkérdezni, hogy nem tud valaki olcsón bérelhető repülőgépet kölcsön? Mert kimennék Kőbányára. Gyorsan vissza kell jönni, mert ott van ez a hülye picsa, ez a Csicsolina. Be akar kerülni a parlamentbe, gondold végig, mintha nem lenne elég borzalom az egész. Csicsolin, hát ezek után hazamegyek Kőbányára, és letagadom, hogy ott születtem, hogy nem is jártam arra. És akkor a heti hetesben meghívják. Kell ez? Biztos kell. És akkor ez a izén, hogy mondják azt a strucc gyerek. Ez a... Szerinted? Tisztelettel mondanám, hogy megfizetem, csak valaki feküdjön már levele. Hát egyszerűen, hát ne legyen más téma egy politikai jellegű műsorban, mint hogy most akkor mi van a Jákszó ***val. Hát gyerekek, mit lepődsz meg, nem erről van szó? Na, így ilyen lettél egyből. Mi lesz később, ha már most ilyen vagy? A rövid részletet nem azért játszottuk le az önök, és nem utolsósorban a saját szórakoztatásunkra, mert részben rólunk szólt, hanem azért, mert nem akárki szólt rólunk. Hofi Géza volt az, akire nem kellett jelzőket aggatni, nem kellett azt mondani, hogy az utánozhatatlan, a nagyszerű Hofi Géza. Elég volt annyit mondani, hogy a Hofi. És ki gondolná, hogy már egy éve nincs közöttünk? Igen, és ki gondolná, hogy Géza egy éve nem nézi az adást, legalábbis itt lentről, és veled kapcsolatban a dolog semmit nem változott. Tudom, én mégis azt gondolom, hogy valamitől más az, ha a Hofi bánt valaki. Szóval én azt gondolom, én kihúznám magam, hogyha rólam. Ki is húzta ilyen maradna, abszolút. Életem egyik legnagyobb boldogságot, komolyan mondom.